tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények itt a Parallaxis Univerzum háttérműsorában. Ez itt a Parallaxis Extra, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása. Sziasztok, ez itt a Parallaxis Extra első adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ezt a terveink szerint mostantól rendszeresen jelentkező formátumot azért hoztuk létre, hogy a világ tudományos kötődésű aktuális témáinak hátteréről beszélgessünk. Ezúttal a szomszédunkban dúló háború kapcsán az Ukrajnában található atomerőművek biztonságáról Perger Andrással, a Greenpeace klíma és energiakampány felelősével köszöntelek a műsorban. Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat. Számos atomerőmű található Ukrajnában, köztük talán a világon a leghíresebb Csernobil is, s bár mindegyik nukleáris létesítmény több mint 300 kilométerre van Magyarországtól, ami biztonságos távolságnak tűnik, az elmúlt hetek eseményei bebizonyították, hogy mégsem lehetünk nyugodtak. Olvashattuk nem olyan rég, hogy Csernobilban nem volt áram, vagy hogy a legnagyobb létesítményű ukrán atomerőmű egyik melléképületét találat érte. Kérlek, foglald össze, hogy milyen közvetlen veszélyekkel jár a háború a nukleáris erőművekre, illetve hogy milyen események, milyen vészhelyzetek történtek a létesítményekben az elmúlt hetekben. Ám mielőtt átadnám a szót, azt mindenképpen áruljuk el a hallgatóinknak, hogy ezt az adást március 18-án délelőtt rögzítjük, tehát a jelen állapotokról tudunk csak beszélgetni. Ugye röviden összefoglalni elég nagy kihívás, de azért megpróbálom, hogy képbe helyeződjünk, Ukrajnában van 4 darab üzemelő atomerőmű, illetve egy nem üzemelő, ez a Csernobili, ami ma már nem üzemel, nem számít üzembe levőnek, hiszen az üzemanyagot utolsó kazettákat 2016-ban eltávolították a reaktorokból. Így a Csernobili erőmű ma már jobbára egy radioaktív hulladékokat kezelő létesítménynek ként kell felfogjuk. Viszont van 4 üzemelő atomerőm, összesen 15 reaktorral. Ezek közül eddig 2-t, ebből az 5 létesítményből 2-t érintett a háború. Ugye a Csernobilit mindjárt az első nap most már több mint 3 hete, illetve kb. 2 héttel ezelőtt az aporizsiai atomerőművet támadták meg, és végül foglalták el az orosz csapatok. Ezen kívül több kisebb, nagyobb egyéb létesítményt is körül is folytak harcok, amivel kapott állatot, illetve több radioaktív hulladéktároló Kijev környékén, illetve egy nukleáris anyagot is tartalmazó, vagy hasznosító kutató létesítményt is ért találat. A jó hír az az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ezek miatt a harcok miatt azok a berendezések, vagy tároló létesítmények, edények, amelyekben radioaktív, illetve nukleáris anyag van, ezek nem szenvedtek sérülést, tehát a harcok miatt eddig radioaktív szennyeződés nem következett be. A háború első napján mérhető volt Csernobil környékén némi háttérsugárzás növekedés, ami magasabb volt, mint az ott amúgy megszokott háttérsugárzás érték, ami nyilván magasabb, hogy általában a normálisnál a csernobili baleset következményeképpen. De most ott azért mértek magasabb értékeket a szakértők, az ukrán szakértők szerint is, ők úgy valószínűsítették, hogy az orosz hadsereg járművei felkavarták a földutakról a port, ami ennek a hatása mutatkozott meg a mérési értékekben, amikor az kiülepedett, akkor ez a jelenség megszűnt. Azzal együtt is, hogy az ukrán nukleáris hatóság honlapja szerint legalábbis továbbra sincsen kapcsolat, nekik legalábbis nincsen kapcsolatuk a Csernobil környékén elhelyezett sugárzásvédő berendezésekkel, tehát ők nem tudják real-time monitorozni azt, hogy pontosan milyenek is az értékek Csernobil környékén. Több részletet igazán csernobili harcokról nem tudunk, amit lehetett még látni, hiszen még élőben is lehetett követni a harcokat az aporizsiai atomerőmű környékén, amelyben elsősorban úgy tűnik, hogy gyalogsági eszközöket vetettek be, de volt némi aknatűz is, ami nem egészen világos, hogy az honnan származott, illetve milyen fegyverekből származott. Gyakorlatilag ugye komoly vita volt arról, hogy most egy tüzérséget üpöltettek vagy sem. A lényeg az, hogy az ukrán hatóság következetesen úgy használja, olyan szóhasználattal él, ami arra enged következtetni, hogy legalábbis gyalogsági aknákat
aknavetőket használtak ebben a háborúban, ezekben a harcokban. Na most ez miért probléma? Nagyon sok szempontból probléma az, hogyha egy atomerőmű és egy radioaktív hulladék tároló környékén harcok dúlnak, illetve katonai csapatok jelennek meg, mondhatjuk, hogy ezeknek semmi keresni valója nincsen ezeken a helyeken. Egy legfontosabb és teljesen nyilvánvaló szempont az az, hogy ezeket a létesítményeket nem tervezték arra, hogy a katonai cselekmények zajlani fognak. Tehát amikor méretezik, tervezik ezeket a berendezéseket és létesítményeket, mint az atomerőmű vagy a radioaktív hulladék tároló, megtervezik azokat az edényeket, amelyekben a radioaktív anyagokat tárolni fogják, illetve az azt körülvevő épületeket, burkokat, akkor nem számolnak azzal, hogy ide valaki egyszerűen fog dobni egy 500 kg-os, vagy egy tonnás bombát repülőgépről, vagy útnak indítanak valahonnan Oroszországból, vagy bárhonnan egy rakétát, ami valamiféle hatása biztos lesz az itt létesítményre, de milyenre, azt pontosan nem lehet megmondani, hiszen nem méretezték az épületet ezekre a hatásokra. Úgyhogy nem méretezték ezeket például egy katonai repülőgépnek a rázuhanására, és a többi, és a többi. Tehát ez az egyik szempont, ami miatt azt kell mondanunk, hogy itt ezeken a létesítményekben nincsen keresni valója hadseregeknek, felvonulásának és harcoknak. A másik pedig hát az is egy nyilvánvaló szempont, hogy ezeknek a létesítményeknek a biztonságát nem csak a műszaki körülmények garantálják, hanem az ott dolgozó emberállomány is. A dolgozók maguk, beleértve azt, hogy ismerik ezeket a rendszereket, ismerik a szabályokat, el tudják olvasni a feliratokat, azokat tudják értelmezni, hiszen a saját anyanyelvükön írottak, és a többi, és a többi. Hogy ez a személyzet, ez biztonságban, nyugodtan, csak a munkájára fókuszálva tud dolgozni ezekben a létesítményekben. Nyilván akkor, amikor egy idegen ország hadserege átveszi az irányítást az erőmű területén belül, ezek a feltételek hirtelen nem lesznek adottak, sem a nyugodtság, sem a munkára való fókuszálás, sem egyéb feltételek nem biztos, hogy adottak az emberek számára. Csak példának mondom, vagy a dolgozók számára, csak példának mondanám, hogy a Csernobili létesítményben most már 22.-23. napja ugyanaz a műszak dolgozik, amelyik az orosz támadás előtt bevonul dolgozni az erőműbe. Azóta sem kapott váltást. Kaptak ígéretet, úgy tudjuk arra, hogy hazamehetnek, és visszatérhetnek, jöhetnek mások, de azt is megkapták mellé figyelmeztetésként, hogy a biztonságokat nem tudják garantálni. Most gondolom, elég, nem kell nagyon részletezni, hogy miért probléma az, hogyha egy ilyen létesítményben, vagy akármilyen létesítményben 23 napon keresztül váltás nélkül 24 órás műszakokban dolgoznak ugyanaz a csapat, nyilván kifárad, nyilván szellemileg, fizikailag elfárad, és egyre nehezebben tud fókuszálni a munkájára, el van szakítva a családjától, nincsenek információ, stb. Stb. És még egy szempontot a háborús körülményekre vonatkozóan meg kell említenem, hogy nem csak az emberállománynak, vagy a dolgozóállománynak a cseréje fontos, és annak a biztonságos feltételeknek a garantálása, hogy ez megtörténhessen, és nyugodt körülmények között dolgoztassanak, hanem az is, hogy a szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre álljanak ahhoz, hogy az erőmű működni tudjon, és egyéb szükséges műszaki feltételek. Például, hogy van egy működő atomerőművem, akkor nagyon fontos, hogy legyen árambetáplálás. Legyen legalább 2-3 vezeték, amelyik el tudja vezetni az ott termelt áramot. Ha leállna az erőmű, áramra akkor is szükség van, hiszen hűteni kell az üzemanyagot, akkor is, hogyha éppen az erőmű már áll. Ezt Fukushimában megtanultuk, ahol pont ez ott a probléma, hogy nem tudtak áramot biztosítani a frissen leállt reaktorokban lévő kazettáknak, és gyakorlatilag a robbanások emiatt következtek be. Ez természetesen az ukrajn atomerőművek esetében is létfontosságú. Ugyanúgy létfontosságú, hogy élelmiszer, víz, ivóvíz és egyéb érkezhessen az erőműbe a dolgozók számára. Ugyanilyen fontos, hogyha szükséges javításokhoz szükséges eszközök a rendelkezésre álljanak, védőruhák, védőfelszerelések, egyebek, illetve hogy megfelelő mennyiségű gázolaj legyen ezekben az létesítményekben, arra az esetre felkészülve, hogyha leáll az erőmű, leáll a külső árambetáplálás, mondjuk éppen azért, mert az egész országban megborul a villamosenergia termelés és ellátás, vagy akár csak azért, mert valamiféle katonai akcióban vagy szabotázs akcióban az erőművet, a külvilághoz kötő vezetékeket elvágják, lerombolják, stb. Stb. Erre a helyzetre vannak dízelgenerátorok ezekben a létesítményekben, viszont ezekhez meg kell gázolaj, ezekhez is kell ember, ezekhez is kell szükséges mennyiségű, tehát a megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű anyagra és emberre ezeknek a működtetéséhez
működtetéséhez is szükség van. Ugye Csernobilról azt hallottuk, hogy 48 órán keresztül biztosított a tartályokban a dízelgenerátoroknak az üzemanyag ellátása. Hát ezzel kapcsolatban az ukrán hatóságnak nyilván fogalma sem volt, hogy az a gázolaj az ott van, az rendelkezésre áll, esetleg azért, mert az orosz csapatok lefejtették, mert szüksége volt a harcjárműveknek ehhez, esetleg találatot kapott és elfogyt, és a többi, és a többi. Ezeket a körülményeket az ukrán hatóság nem tudja ellenőrizni, és nem tudjuk, hogy akkor ki tudja ellenőrizni, és ha ezek nem állnak rendelkezésre, nem tudjuk, hogy ki tudja biztosítani. Nem tudjuk azt, hogy az ott állomásozó csapatok tisztában vannak-e az összes szükséges feltétellel és körülménnyel, hogy mi is az, amiben ők nyúltak, mi is azok a körülmények, amiket nekik feltétlenül biztosítani kell, mik azok az eszközök, egyéb műszaki feltételek, amiket nekik feltétlenül biztosítani kell, hiszen katonai irányítás van, és nem világos, hogy ők értenek-e ahhoz, hogy pontosan mit is csinálnak, hogy hiszen ezeket a létesítményeket nem lehet úgy kezelni, mint egy mondjuk egy telefonközpontot vagy egy rádióállomást, amelyek ugyancsak szükségesek, ugye olyan stratégiai célpontok szoktak lenni egy háború során, mint egyes erőművek. Az atomerőveknek a biztonságának a garanciája viszont olyan mértékben kiterjedt, olyan sok feltételt kell biztosítani, és olyan mértékben kell érteni, hogy mit csinálunk, ami nagy valószínűséggel egy hadsereg itt vezetésében ez a tudás nincsen meg. És gyakorlatilag az, hogy ha meg is van, akkor is azt kell látni, hogy az ott dolgozók számára egy ilyen helyzet nyilván egyáltalán nem megnyugtató, például ezt a megnyugtató helyzetet egy hadsereg akkor sem képes garantálni, ha egyébként még a gázolajat nem fejtik le a dízelolaj tárolókból. Azt tudjuk, hogy mind az ukrán szakhatóság, mind a Magyarországos Atomenergiai Hivatal, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Energoatom is aktívan figyeli a történéseket, de mennyire vannak hiteles információink például az oroszok által már elfoglalt létesítmények esetében? Mennyire lehetünk biztosak abban, hogyha baj történik, azt idejében megtudjuk? Hát nem lehetünk biztosak semmiben. Azok a normális kommunikációs csatornák, amik békeidőben működnek és működni kell ezek között a létesítmények és legalább az őket felügyelő nukleáris hatóság között, ezek hát minimum sérültek, minimum beszűkültek. Ellenmondásos hírek érkeznek arról, hogy pontosan milyen telefonvonalak, milyen internetes kapcsolatok vannak a létesítményekkel, tudnak egyáltalán akár mobiltelefonon kommunikálni az ott dolgozókkal. Úgy tűnik, hogy igen, akár Csernobili, akár a Zaporizzsia atomerőmű dolgozóival is való kapcsolat valamilyen formában úgy tűnik, hogy ha nem is folyamatosan, de megvan, tehát valamennyi mennyiségű információ van az ukrán hatóságnak, a nukleáris hatóságnak ezek az atomerőművekről. Egyébként az pedig ez érdekes kérdés lenne, hogy az orosz félnek vannak-e, és közé tesznek-e, és ott pedig teljesen egyetemben fölmerül a kérdés, hogy azok mennyire szavahihetők azok az információk, hogyha azok naplára kerülnek. Nyilván, és most nem az orosz hadsereg, nem az Oroszország elleni bármiféle kampány részeként, de nyilván egy háborús helyzetben egy inváziós hadsereg nem arról híres általában, hogy kész bármilyen információt megosztani bárkivel, vagy ha ezt meg is teszi, akkor azok megbízható információk lennének. Azt gondolom, hogy az atomerőmű esetében, az atomerőművek és a nukleáris létesítmények esetében alapvető volna, hogy azokat elméletileg felügyelő hatóság számára álljanak rendelkezésre az információk 0/24 a 7-7 napján, illetve azt, hogy ezek az információk azok, amelyekre egyébként rálátáson például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, hogy felé is ezek az információk folyamatosan rendelkezésre álljanak. Ha ez megtörténik, akkor beszélhetnénk arról, hogy van információbiztonság. Amíg ez nem történik meg, addig ez nincsen, és a legfontosabb lenne, az nagyon sok mellett ez is nagyon fontos lenne, hogy ezek az információs kapcsolatok helyre álljanak. Mennyire alakultak ki veszélyes helyzetek az orosz támadás óta az ukrán atomerőművekben? Ja, mindenki Csernobiltól ilyen meg elsősorban, de valójában azt gondolom, hogy ott azért alacsonyabb a kockázat. Ott egy hatalmas medencében tárolnak kb. 20 ezer vagy 21 ezer kéket üzemanyag kazettát, amelyeknek ugye ez víz alatt vannak, ugye folyamatosan hűtésre van szükségek, ugyanúgy, hogy Fukushimában is ez megtörtént. A szerencse a szerencsétlenségben itt az, hogy ezeket a kazettákat több mint 20 éve használtak utoljára, vagy még annál is régebben, hiszen az erőmű gyakorlatilag 20 éves üzeme alatt 1980-as évek elejétől a 2000-ig, amíg be nem zárt az utolsó reaktor, addig használták őket. Ezeknek a kazettáknak az úgynevezett maradékhő termelése ma már messze-messze alacsonyabb szinten van ahhoz képest, mint amikor egy reaktort leállítanak és frissiben veszik ki a reaktorból, akkor
nagyon komoly hűtésre van szüksége. Most ilyen típusú problémára, hogy ha le is állnak a szivattyúk ebben a hatalmas medencében, és nem tudják forgatni a vizet, hogy elforjon onnan a kazetták fölül a víz, a kazetták körül is fölül a víz, erre azért nem kell arra számítani, hogy ez záros határidőn belül megtörténik. Tehát gyakorlatilag itt azt kell gondolnunk, hogy ez nem jó, nem szerencsés ez a helyzet, hosszú távon azért problémát okozhat, de az, hogy egy-két napon belül ott felfornak a kazetták körül a víz, a levegőre kerül a kazetták burkolata, és begyullad, robbanás kell, stb. Ilyesmitől nem kell tartani, de nyilván a szivattyúkra ettől függetlenül szükség van, a levegő, a létesítmény levegőt szerőztető berendezések és szűrőberendezések működésére szükség van, már csak azért is, mert az ott dolgozóknak a biztonsága érdekében erre természetesen folyamatosan szükség van. Ezért van szükség áramellátásra Csernobilban. Természetesen, hogyha az ott folyó harcok során valamilyen formában egy súlyosabb találatot kapott volna, nem egy kézi lőfegyverből, hanem nagyobb fegyverből kaptak volna ezek a létesítmények, akkor súlyosabb problémáról kellene beszélni, de úgy tűnik, hogy ez nem történt meg. Most az aporizsiai erőműben problémát az jelentett, hogy egyáltalán bevonult egy hadsereg, a másik pedig az, hogy ott harcok is folytak. Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy az orosz hadsereg nem követte el azt a hibát, hogy effektíve tüzességgel kezdték el lőni az erőműnek a bármelyik épületét. Ez megintesen nagy győresség lett volna, hogyha szabad finoman fogalmazni, és durában nem akarok. De összességében mondjuk így, hogy kiszámított kockázatot vállaltak is, akkor is ezek a harcok kb. 200 méterre folytak az egyes reaktor épületétől. Amit egyébként éppen leállítottak, tehát a reaktor éppen nem üzemelt, de ettől, már olyan értelemben nem üzemelt, hogy nem termelt áramot éppen, de ettől függetlenül üzemelő reaktor volt, hiszen abban frissen használt üzemanyagok voltak. És azt lehet mondani, hogy valamiféle kiszámított kockázatot valaki megtámadja egy ilyen létesítményt, de azt látni kell, hogy a helyzet eszkalációjával nem mindig lehet számolni, eltévedt lövedékekkel, esetleg olyan ellenséges csapatokkal, amikre nem számít. Tehát a harcok kiterjedhetnek olyan környékre is, ahová eredetileg nem szerették volna, senki nem szerette volna, ahol esetleg nem is maguk a reaktorépületeket fenyegeti a cselekmények, hanem az azokat kiszolgáló ellátó létesítményeket, épületeket. Így például mondjuk a hűtővezetékeket, amelyek a hűtővizet szállítják az épületekbe, vagy az áramellátás biztosító vezetékek sérülnek meg. Ezeknek nyilván van többszörös redundanciája, de ezt azért néhány aknalövedékkel, néhány rosszul célzott lövéssel ugye ki lehet iktatni, sajnos, tönkre lehet tenni, nem csak akár a vezetékeket, hanem akár mondjuk az azokat üzemeltető szivattyúkat is. Tehát nincsen mindennek nagyon-nagyon komoly, nagyon szigorú és háború álló, vagy katonai cselekményeket álló védelme. Előbb-utóbb, ha nagyon keresi valaki, akkor biztosan meg tudja találni ezekben a létesítményekben, hogy lehet tönkretenni olyan eszközöket, berendezéseket, amelyek egyébként az erőmű szempontjából, biztonsága szempontjából létfontosságúak. Nem feltétlenül kell magát a reaktorépületet támadni, vagy a reaktort, károkat, nagyon komoly károkat, egy biztonsági kockázatokat lehet előidézni azzal, hogy elkezdünk lövöldözni egy atomerőműben. Nem véletlen, hogy a nemzetközi jog, ez gyakorlatilag, mondjuk így, hogy bűncselekménynek minősíti, vagy gyakorlatilag kizárja annak a lehetőségét, hogy bárki bármilyen indokkal arra hivatkozhasson, hogy neki valamiért egy háborús helyzetben szüksége volt oda bemenni, és ott katonai cselekményeket folytatni, mégpedig éppen azért, mert egy atomerőmű az nem egy gázerőmű, vagy egy szénerőmű, hogyha komoly balesetet okozunk azzal például, hogy lehetetlené tesszük mondjuk a reaktoroknak a hűtését, akkor az azt kockáztatjuk, hogy minimum egy Fukushimához hasonló eseményt fogunk előidézni. Ez akkor is megtörténhet, hogyha Fukushimából sokat tanultunk, és a reaktorokat a világ sok részén nagyon sok mindenre felkészítették. De mondom, ismételten hangsúlyozom, hogy harci cselekményekkel a stressztesztek során sem számoltak. Tehát azzal, hogy mondjuk valaki egy katonai akció során, akár szándékosan, akár véletlenül elkezdenek tönkretenni biztonsági berendezéseket, ilyen típusú vizsgát, hogy vajon mennyit és miért lehet tönkretenni ahhoz, hogy ne következzen be baj, de ilyen típusú vizsgálatot én úgy gondolom, hogy még egyetlen atomerőm esetében sem folytattak le. Egy nagyon rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést Perger Andrással, a Greenpeace klíma és energiakampány felelősével. Maradjatok velünk!
Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Parallaxis. Tudom, hogy a helyzet nagyon bizonytalan, és egy eltévedt lövedék is megváltoztathat mindent, de mire számítsunk, mennyire vagyunk veszélyben? Mi a legrosszabb, ami történhet? Hát ez a mi lenne a hatípusú kérdések, ezeket nehéz ezeket megválaszolni. A Zaporizsiában ez volt a legnagyobb akály, hogyha most zajlottak a harcok, hogy esetleg ott megynek tönkre úgy a berendezések, amelyek nem teszik lehetővé végül akár a frissen leállított reaktoroknak a hűtését, nem tegyük fel, mindent sikerül állítani, az épületekben nem esik kár, de a hűtés tönkre megy, onnantól kezdve a fizika magántól működik, és előbb-utóbb az ott fog valamit okozni, hogy pontosan mit, én nem szeretnék feltételezésekbe bocsátkozni. Az ukrán hatóság rakott ki ilyen típusú üzeneteket, hogy olyan baleset is bekövetkezhet, ami akár még Csernobilt is meghaladhatja. Én azt tippelem, hogy olyasmire gondoltak, hogy mind a hat reaktorban a hűtés kimaradása miatt valamilyen robbanások következnek be. Esetleg és vagy a harci cselekmények a reaktor épületeket is károsítják, és ezek így együtt összességében azt eredményezik, hogy a szabadba fog jutni radioaktív anyag. Most innentől kezdve, hogy a reaktor megsérül, vagy a reaktor tartályt körülvevő épület konténment is megsérül, és onnan radioaktív anyag kerül ki a környezetbe, innentől kezdve nagyon sok minden elképzelhető, és csak az a kérdés, hogy pontosan mi is történik meg, hogyan ezekkel a reaktorokkal. Hogyha minden hat reaktornál ez bekövetkezik, akkor nagyon-nagyon sok radioaktív anyag kerül ki a környezetbe, kerülhet ki a környezetbe, és ha ez milyen messzire jut el, az már onnantól kezdve dönteni csak az időjárási körülményeknek a függvénye. De összességében nem kívánom megítélni és minősíteni az ukrán hatóságnak a közlését, amit egyébként ők nem specifikáltak egyáltalán. Azt látni kell, tudni kell, hogy ugye Csernobilban az, hogy ilyen nagyméretű terület szennyeződött el, gyakorlatilag egész Európa, és Európában több helyen is voltak olyan területek, amik olyan mértékben szennyeződtek, hogy szinte mindmáig, legalábbis évtizedekig tilos volt ott mezőgazdasági termelés folytatni állatoknak legeltetés. És ilyen volt Egyesült Királyságban, Németországban, Svédországban, és nem csak a Fehér Oroszországban, vagy Ukrajnában, Oroszországban, tehát messze is előfordultak. Na most ilyen típusú, hogy ilyen mértékű szennyeződést azért nehéz elképzelni, mert ehhez az is kellett, hogy Csernobilban ugye grafit folyt a reaktorban, és az hatalmas lánggal égett, és borzasztó magasra fölvitt a szennyeződést, és ez nagyon megkönnyítette sajnos a radioaktív szennyeződésnek az elterjedését. Ezzel együtt én nem próbálnám ki, hogy milyen az, amikor a Európa legnagyobb atomerőműben mind a hat reaktor kinyílik a szabad világra, mert onnantól kezdve teljes mértékben kontrollálatlanul zajlanak az események, és nem rajtunk múlik, hogy mi következik be. Amitől még sajnos lehet és kell is tartani, az az, hogy ez a háború nem állt még le, és vannak még üzemű atomerőművek, amelyekről nem tudjuk, hogy van neki bármilyen tervei, bármilyen csapatoknak, hogy esetleg arra felinduljanak, vagy őt elfoglalják, stb. Leginkább a dél-ukrajnai atomerőművel kapcsolatban ez merült föl, mivel az elég közel van a déli orosz csapatokhoz. A két nyugati, a Rivnye és a Mielnyicki atomerőmű, ezt nehéz kimondani, ők elég messze vannak a frontzónáktól, de az elmúlt napokban, az elmúlt egy hétben Nyugat-Ukrajnában a Ivano-Frankivsk környék, illetve Lviv környékét is támadás érte. Innentől kezdve az, hogy mikor, milyen célpontokat, milyen eszközökkel támad az inváziós hadsereg, ezt én nem tudom megítélni előre. Nagyon remélem, hogy nem fogják támadni ezeket, semmilyen eszközzel ezeket a létesítményeket. Az eddigi kép azt mutatja, hogy ilyesmit nem is terveznek, de hogy láttuk, hogy véletlen találatok is, vagy akár szándékos szabotázsa az olyan létesítményekben, amelyek hozzájárulnak a reaktorok biztonságához, mint például villamos vezetékek, gátak, hűtőrendszerek és egyebek, ezeknek a véletlen találatai is veszélyt jelenthetnek az erőmű biztonságos működésére. Ezen kívül nyilván harcok zajlanak, a levegőben is zajlanak harcok, a levegőben járművek közlekednek, amelyek részt vesznek a harcokban. Na most ezek akár véletlenül egy baleset során, egy műszakhiba miatt, vagy akár a harcokban elszenvedett kár miatt le tudnak zuhanni. Gondolom ez meg is történt az elmúlt hetekben jó néhányszor.
a működő atomerőművekben, a működő ukrán atomerőművekben 13 olyan blokk van, amelynek gyakorlatilag olyan szintű védelme van, a belső balesetek ellen, ami megfelel a nyugat, korabeli nyugati szintű reaktoroknak, ezek az 1000 megawattos reaktorok. Ezeknek elég ellenálló, elég tömör, robosztus konténmentje van. Van viszont kettő, amelyek nagyon hasonlítanak a paksiakra, és ezeknek az úgynevezett konténmentje az nem egyenlő mértékű, nem egyenlő szintű a többivel. Na most még egyszer mondom, a külső támadások ellen, vagy arra, hogy repülőgép rázvon, gyakorlatilag egyik sem méretezett, egyiknél sem tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, de a paksi típusoknál, a Rivnyi 1-es és 2-es reaktoroknál gyakorlatilag egy ilyen vasbeton szerkezetes reaktorcsarnok veszi körbe a reaktortartályt, illetve a reaktortartályt magába ölelő hermetikus teret, mondjuk így, hogy konténmentet. Ebbe való becsapódást én nem szeretnék elképzelni egyáltalán, nem lenne öröm, sőt, kifejezetten veszélyes és súlyos kockázatokat hordozna magában. Reméljük éppen ezért a katonai repülőgépek messzire elkerülik ezeket a létesítményeket, még hogy már csak azért is, hogy csak véletlenül se következhessen be ilyen típusú baleset. Ugye nem véletlenül van ugye a reaktorok és atomerővek környékén Magyarországon is ilyen tiltott repülési zóna, hogy még egy sárkány repülő se esessen rá, mert még az is biztonsági kockázatokat generálhat, akkor ne beszéljünk, hogy mit okozna egy katonai repülőgép. Most miért is, egy szempontot azért mondanék, hogy miért is jelent különösebben nagyobb kockázat, különösen nagyobb kockázatot a paksi típusú reaktorok esetében egy ilyen baleset, mint például akár egy 1000 megawattos jobb konténmenttel ellátott berendezésnél. A paksi típusú reaktoroknál a téged üzemanyagot tároló medencék, azok az úgynevezett hermetikus téren kívül helyezkednek el, gyakorlatilag inkább csak nincs olyan tetejének a medencének, amely olyan erős vasbetonból lenne, vagy bármilyen másmilyen szerkezetből lenne, ami olyan típusú védelmet garantálna, mint amit a reaktor tartalmaz, viszont igen. Tehát gyengébb a védelme, van egy tető rajta persze, hogy ne szelőzön ki a medencéből, ami kiszelőzik az ugye a reaktor csarnokba, tehát az el van zárva természetesen, de az úgynevezett hermetikus téren kívül helyezkedik el, tehát nincs olyan védelme, mint a reaktornak. Hogy ez milyen kockázatokat rejt, az megint csak Fukushima reaktorútól, ez pontosan megmutatta, az ottani reaktorépületek is ilyenek voltak, hogy a maguk a reaktorok a konténmenten belül voltak, de a kiégett üzemanyagot tároló medence az már nem. És ugye, ha jól emlékszem, akkor a 4-es reaktor, ami a Fukushima baleset idején le volt állítva a reaktor, de a kiégett kockázatokat tároló medencébe forrt el a víz, hiszen az sem kapott hűtést, ez a 4-es reaktorban a robbanások egyike miatt következett be, hogy ezekre a kazettákról forrt el a víz, ami nagyon komoly felfejest okozott az utolagos kármentesítés során, hogy hogyan is tudják megoldani, hogy letakarják azt az épületet, hiszen gyakorlatilag a medence mellett volt kinyílva a reaktor épületnek a fala, hogy le kellett takarnia, hogy meg kellett oldani, hogy az ott levő üzemanyagot összeszedjék, eltávolítsák, stb. Ez évekig nagyon-nagyon súlyos probléma volt Fukushimában. Na ez a ilyen típusú problémákkal kell szembesülni akkor is, hogy a Rivnyi 1-es és 2-es reaktorának a fenyegetettségéről beszélünk, hogy azoknak a védelme, mondom, semmi egyen reaktort sem terveztek ilyen eseményekre, de azoknak a védelme az egy kicsit alacsonyabb szintű, és én éppen ezért nem vagyok nyugodt akkor, amikor ilyeneket hallok, hogy a nyugodt ukrajnai igaz katonai létesítményeket, meg elsősorban katonai szempontból fontos létesítményeket, mint laktanyák, illetve repülők, terek, ilyeneket támadnak valamilyen fegyverekkel, támad valamilyen fegyverekkel az orosz hadsereg. A Greenpeace álláspontja szerint az atomenergia veszélyes, de most olyan veszélyekkel is szembe kell néznünk, amire talán még ti sem számítottatok, hogy mi történhet a nukleáris létesítményekkel egy háború esetében. Hát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy ilyen szempontról mi sem nagyon beszéltünk az elmúlt évtizedekben, hogy már csak azért is veszélyesek az atomerőművek, mert egy háborús helyzetben is a támadási célpontok lehetnek, és beláthatatlan következményekkel járhat ez innentől kezdve. Azt, hogy egy terrortámadásnak a célpontjaival válhatnak, azt mondtuk, gyakorlatilag például Franciaországban az elmúlt években készült is olyan elemzés, amely a francia nukleáris létesítményeknek a kitettségét tárgyalta egy esetleges szabotázs vagy terrorakció esetére. Nagyon érdekes dolgokat találtak a francia kollégák, illetve azok a szakértők, akiket megbíztak ezeknek az elemzéseknek az elvégzésével, és nem fogok tudni beszámolni arra, hogy milyen kockázatokat találtak, mert ezt nem árulták el, hanem átadták a nukleáris hatóságnak, a francia nukleáris hatóságnak az elemzéseiknek a,
eredményét. Tehát gyakorlatilag ezekkel foglalkoztunk, ezzel a szempontból. Azzal, hogy egy ország reguláris hadserege megjelenik egy másik országban, ahol atomerőművek vannak, és ott kifejezetten katonai támadást fog indítani, a józanész szabálya ellen, illetve a nemzetközi jogszabályok betűje és szelleme ellenére is, ilyen típusú problémával nem szembesültünk, és mi nem is gondolkoztunk abban, hogy ezt az őrültséget már elnézést kérlek, nem tudok más mondani, de bárkinek is eszébe fog jutni valaha. Ezért mi nem beszéltünk ilyenekről. Na most egy nyilván felnyitotta nem csak nekünk, mindenkinek a szemét azt, hogy hát erre nem számoltunk, igen, ez egy extra kockázat, és akkor mostantól kezdve erről is beszélnünk kell, hogy bizony egy ilyen bizonytalan világban, amiben élünk, amiben úgy látszik, sokkal több minden megtörténhet, mint amit elképzeltünk, ez egy extra nukleáris biztonsági kockázatot jelent az atomerőművek esetében. És hogy nem kelljen messzire menni, hogy milyen kockázatokról beszélünk, a napokban történt, hogy Magyarország fölött átrepült egy robotrepülőgép, ami Magyarország légterében 40 percet töltött a hírek szerint, anélkül, hogy látható módon legalábbis a magyar légvédelem erre bármit reagált volna. Meg is úgy tudjuk, hogy nem reagált. És aztán, hogy az átrepült Magyarországon és Zágráb mellett zuhant le, nagy szerencsére egy parkolóba zuhant le, ahol csak ilyen 30-40 autó sérült meg, és éppen nem tartózkodott ott senki. Ezért személyisérülés nem történt. Innentől kezdve nem nehéz elengedni az embernek a fantáziáját, hogy mivel is lehetett felszerelve, mivel lehet felszerelni ezeket a robotrepülőgépeket, mi történik akkor, hogyha a Paksi atomerőmű környékén, vagy éppen a Mohi atomerőmű környékén, vagy a Csernobili atomerőmű környékén, Romániában, Szlovákiában repülnek ezek el. Egy véletlen esemény során is bekövetkezhet az, hogy egy ilyen esemény érint egy atomerőművet, akár a Paksi atomerőművet, de egyáltalán nem lehetünk nyugodtak amiatt, hogy a háború nem a mi országunkban zajlik, hanem szomszédos országban. Úgy látszik, hogy akkor ezt a gondolkodást, hogy egy háború mégiscsak érinthet az atomerőműveket, ki kell arra terjeszteni, hogy nem feltétlenül csak az adott országban, hanem akár a szomszédos országban is veszély fenyegetheti ezeket a létesítményeket. A következő hónapokban, években ezt a szempontrendszert is azt hiszem át kell gondolni az érintett szervezeteknek, beleértve az atomerőműveket üzemeltető szervezeteket, illetve az atomerőművek felügyeletével foglalkozó szervezeteket, beleértve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget is. A Greenpeace Paks 2 miatt is felemelte a hangját, és persze számos érv szól a beruházás ellen, de mi a legfőbb vele szemben? Illetve ez a háborús helyzet mennyire helyezi más megvilágításba a projektet, ha egyáltalán? Én mondanék, hogy a legfőbb érvünk, tehát nyilván abban a helyzetben, amikor arról beszéltünk, hogy hogyan is hozták meg a döntést, akkor számon kértük azt, hogy hol vannak a megalapozó tanulmányok és elemzések, beleértve a gazdaságosságit. Az egyik legfalsúlyosabb érvényes abban a pillanatban ugye az volt, hogy ha rendes döntést hoztak volna, és rendes megalapozó döntést hoztak volna, akkor a gazdaságosságot is megvizsgálták volna, és akkor nem juthattak volna más következtetésre, mint arra, hogy ezt a projektbe ilyen feltételek mellett nem szabad belekezdeni. De figyelmeztettünk mi a radioaktív hulladékok problémáira, figyelmeztettünk mi a nukleáris kockázatokra, és figyelmeztettünk például arra, hogy az orosz féllel vajon valóban tényleg a jó ötlete együttműködni, ugyanis mi úgy találtuk, hogy a Rosatom, mondjuk az állami orosz atomvállalat, nukleáris vállalat, az nem megbízható. Gyakran késik, csúszik például a beruházásokkal, nem teljesíti az ígéreteit, és a többi, illetve a saját országában, tehát az Oroszországban végzett beruházások esetében is nagyon sok kérdés és aggály merül föl az építkezések kapcsán, legyenek ezek korrupciós kockázatok, legyenek ezek olyan hírek, amelyek arról számolnak be, hogy a dokumentáció nem jó, nem végzik meg az építését ezeknek a reaktoroknak, amelyek a hosszú távú üzemeltetés kapcsán biztonsági kockázatokat vetnek föl, és a többi. Ezért mondtuk, hogy ezt a szempontrendszert is át kell gondolni akkor, amikor az orosz felet megbízták a munkával. Ilyen emlékszünk, hogy nem volt versenyeztetés, nem versenyeztették meg azt a néhány 5-6 céget, amíg a világban képes atomreaktorokat, atomerőveket építeni, hanem tárgyalás nélkül az orosz félnek adták át a megbízást, holott egy ilyen nyílt pályázaton legalább ezt a szempontrendszert is lehetett volna valószínűleg ilyen formában kezelni. Az, hogy csúszások lesznek, és azt, hogy az orosz fél nem lesz időben képes megfelelő dokumentációt szállítani, tervezési engedélyezési dokumentációt szállítani, ez is a kezdetén
látszott, valószínűsíthető volt. A menet közben az is kiderült, hogy a finn hasonló projekttel kapcsolatban, hogy a Finnországban is a Rosatom tervezi építeni atomerőművet, annak az engedélyezését 2-3 éve korábban megkezdték, mint a Paksit, mint a Paks 2-es engedélyezést, és ott az derült ki, hogy az orosz fél nem képes időben megfelelő minőségben szállítani az engedélyezési dokumentációt a finn hatóságnak. Folyamatosan problémát okoz az, hogy miket kapnak az orosz féltől, folyamatosan vissza kell dobálni a papírokat, hogy nem ezt kérték, nem így kérték, nem azt kérték, hogy orosz nyelven küldjék be az anyagokat, nem azt kérték, hogy fordítsák, de mondjuk a Szentpétervári épített atomerőműnek a dokumentációt, és azt nyújtsák be, mert nekik nem a Szentpétervári atomerőműre van papírjaira van szükség, nekik a finn országban épített atomerőmű papírjaira van szükségük, és a többi, és a többi, és Magyarországon is ezt látjuk, de jelentős mértékben ezért csúszik most már legalább 7-8 évet ez a beruházás, hogy az orosz fél nem tud megbízhatóan szállítani, nem tudja teljesíteni az ígéreteit. Hadd legyek egy kicsit álnaív, úgy tűnik maga a csúszás talán pozitívum, hiszen amíg nem épül meg, addig nincs miért aggódni. Nyilván, hogy ha nem kezdenek meg egy építkezésbe, akkor azt minél később, minél tovább nem kezdenek bele, annál nagyobb az esély arra, hogy előbb-utóbb valaki rájön, hogy akkor ezt már nem is érdemes folytatni ezt a beruházást. Egyébként ebből a szempontból még mindig ez egy jobbik eset, mert láttunk már a történetben számos olyan atomerőmű beruházást, hogy menet közben állt le, úgyhogy azért már elég sok pénzt, elég sok vasat és betont és acélt beletöltöttek abba az építkezésbe, olyankor az mindig drágább. Így is már nagyon sok pénzünkbe került ez a kaland, amit Paks 2-nek nevezünk, de ez még mindig apró pénz ahhoz képest, amikor ott marad egy félig kész, vagy akár kétharmadik kész atomerőmű valahol. Ilyet láttunk környező országokban is, Kubában, Egyesült Államokban, stb. Ukrajnában is van ilyen egyébként. A jobbik eset az, hogy csúszik, aztán nem kezdik el az építkezést. A rossz hír az, hogy ezzel kapcsolatban, hogy addig viszont, ameddig mégis azzal matatunk, hogy akkor mi lesz ezzel a Paks 2-vel, mellette mi nem csinálunk meg azt, amit egyébként megcsinálhatnánk. Tehát most, hogy Magyarországon lehetett volna nem betiltani a szélerőműveknek az építését. Mert az de facto ugye be van tiltva. Ugye a jogszabály szerint nem, elméletileg lehet építeni, gyakorlatilag nem lehet építeni. Lehetett volna a naperőműveknek a fejlesztését sokkal hamarabb elkezdeni, és lehetne sokkal koncentráltabban, fókuszáltabban, illetve egy szélesebb mezsgyén csinálni. Gyakorlatilag ma Magyarországon döntően ugye az történik, hogy naperőművek épülnek mindenhova, és például azt a potenciált, hogy a háztetőkre kerüljenek, tehát nem esetleg ökológiai szempontból akár értékes területekre kerüljenek naperőművek, hanem tetőfelületekre legyenek azok parkolók, legyenek azok gyárcsarnokok, legyenek azok háztetők. Ezek működnek, de gyakorlatilag ugye mindig privát kezdeményezésből történik. Igaz, hogy nagyon sok támogatást ezekhez el lehet érni, ami nagyon szerencsés, hogy az Unió ad erre pénzt, és nagyon szerencsés, hogy Magyarország ezt nem akadályozza meg, ahogy egyébként a szélerőmek esetében megakadályozza, de nagyon jó lenne egy központi irányítás, egy kicsit nagyobb koordináció lenne ebben, hogy gyakorlatilag a lakosság ellátás biztonsága szempontjából is fontos lenne, a szén-dioxid kibocsátás csökkentés szempontjából is fontos lenne, ökológiai szempontból is fontos lenne, hogy minél több olyan egyébként másra nem igazán halka használható felületet, mint például a háztető, amit csak arra használ, hogy a víz lefolyjon rajta, hogy ilyen helyekre kerüljenek napelemek minél nagyobb számban, minél gyorsabban. Na most addig, ameddig Paks 2-vel foglalkozunk, addig szemláthatóan erre sokkal kisebb figyelem hárul, így hosszú távon fel fog merülni az a probléma, jó, de akkor mi lesz az ország energiaellátásával. Ezt én is meg szoktam kapni, de azt szoktam mondani, hogy ez nem az én dolgom ezt megoldani, hanem az a magyar államnak kellett volna, és kellene most is, még mindig átgondolni, végiggondolni, hogy mennyire reálisak az elképzelései, ugyanis sajnos az a intézmény, amit magyar kormánynak hívunk, és amelynek a feladata ezt a problémát megoldani, az 2014 környéken, amikor eldöntötte ezt a beruházást, hogy elhatározta, hogy belevág ebbe a beruházásba, akkor nem gondolkozott racionálisan, irracionális alapokon hozott irreális döntéseket, és követi ezeket azóta is, miközben számosan, köztük a Greenpeace is, de számos más szervezet is, itt a szakértő figyelmeztetett arra, hogy az nem lesz egy fákies mentés, ez nem fog így megvalósulni, és ezek a jóslatok eddig mind rendre bejöttek, és innentől kezdve nem gondolom, hogy a Greenpeace-nek a hibája, hogy
nem állnak rendelkezésre mindenféle tanulmányok arra, hogy hogyan lehetne mégis másképp csinálni. Nem, ezt a magyar kormánynak a felelőssége lett volna, és lenne folyamatosan figyelni, monitorozni az eseményeket, és ahhoz igazítani az elképzeléseket, és nem azt mondani, hogy 2024-25-ben fognak indulni az új reaktorok Pakson, majd egyszer csak brazil tarccal belevágna a nyilvánosságba, hogy 2029 és 30-ban fogjuk elindítani őket. Ilyen beruházást senki nem folytat. Sem te, amikor éppen felültöd a lakásodat, vagy építed új házat építesz, sem egyetlen magánkézben levő vállalat, amely felelős legalább a tulajdonosai felé arra, hogy mit csinál a pénzével, hogy mit csinál a terveivel, hogy azok hogyan valósulnak meg. Gyakorlatilag kicsit úgy tűnik, hogy egy felelősség nélküli, gazda nélküli projekt így szágult, amiben majd, illetve nem szágult, hanem csak gurul, amiben majd csak történik egyszer valami, és közben meg azt mondjuk, hogy minden a tervek szerint zajlik, ami viszont nem igaz, mert a tervek, a korábbi tervek egészen másról szóltak. Nem gondolom azt, hogy jelen pillanatban egyébként ez a helyzet, hogy a PAS 2 megvalósulása az, hát nem most kérdőjeleződött, mert annak korábban megkérdőjeleződött szerintem, de most nagyon úgy néz ki, hogy a utolsó szöget is lassan be fogják venni a koporsóba. Nem gondolom, hogy emiatt Magyarország villamos energia ellátása veszélybe kerülne a mostani semmiképpen, hiszen azt nem fenyegeti egy nevét ez atomerőműnek a meg nem építése, de a jövőben is sem gondolom, hogy veszélyezteti, de az, hogy Magyarországnak csökkentenie kell az energia felhasználását, hatékonyabbá kell tennie, ez Paks 2-vel, Paks 2 végül is alapvetés kell legyen. Az energiaellátásunk ugyanis teljesen mértékben látható, hogy fenntarthatatlan az a mód, hogy ezt mi megoldjuk. Függetlenül attól, hogy van benne atomerőmű, mennyi megújuló van benne. Pont ez a háború most éppen rámutatott, hogy milyen mértékben függünk a fosszilis energiaforrásoktól. Ezt eddig is tudtuk, eddig is sejtettük, már tavaly nyáron ugye kiderült ősszel, amikor milyen drága a fosszilis energia, hogy valamit csinálni kellene, de hát könyörgöm. Hát erről beszélünk már 20 éve, legalábbis Greenpeace-ként biztos, ha nem több, mint 20 éve, hogy ebből baj lesz, hogy csökkenteni kell. Ha más miatt nem, akkor a széndioxid kibocsátások miatt csökkenteni kell a fosszilis energiaordozók felhasználását. Mindenki lelkesen bólogatott, hogy hát igen, ez nagyon fontos, és mégis ott tartunk, hogy hát legalábbis évek óta nem nagyon akar csökkenni a széndioxid kibocsátás, ami még mindig növekszik, kivéve a 2020-as covidos évet. Valójában ezt senki nem akarná ezt belátni. Ez a probléma, ez még explicitebb lett most azzal, hogy van egy háborús helyzet, amikor ráadásul egy olyan fél érintett ebben a háborúban, aki agresszorként jelenik meg a háborúban, cserébe tőle vásároljuk az üzemanyagot. Látjuk, itt a probléma nem feltétlenül azzal van, hogy mennyire vagyunk függőségben Oroszországtól, hanem az alapvető probléma az az, hogy mennyi fosszilis energiahordozót használunk, ezen kéne változtatni, erre kell volna már nagyon régen terveket bemutatni, éppen azért, mert hogy az energiafelhasználásunk fenntarthatatlan, például termelésünk és felhasználásunk fenntarthatatlan. Ez akkor is igaz, hogyha van Paks 1-ünk, vagy akkor is igaz, hogyha nincsen Paks 2-ünk, és hogy mennyi megújulót tervezünk, az első lépése az ennek az egész folyamatnak az kell legyen, hogy arra döntünk, hogy elkezdjük csökkenteni az energiafelhasználásunkat, és utána kezdjük el megkeresni azokat az eszközöket, hogy ezt az energiaigényt milyen módokon tudjuk kielégíteni. Nyilván ez egy komplexebb és bonyolultabb folyamat, hiszen évtizedekre előre kell tervezni, műszaki megoldásokkal kell tervezni, költségekkel kell tervezni, forrásokkal, stb. Nagyon sok mindennel kell tervezni, de az a kérdés, hogy hogyan fogjuk csökkenteni az energiafelhasználásunkat, az nem kerülhetünk meg. Perger András, a Greenpeace klíma és energia kampány felelőse volt vendégem, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát én is köszönöm. A kedves hallgatóknak pedig szintén köszönöm, hogy velem tartottatok, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.